Virágokat fúj a szél, erős lélek, mint az acél. Szóljon nekünk a hold, fénye arcoddal dacol. Simogat a mosolyod, bámorító a csókod. Kérlek, gyere vissza a szép emlék, mert kell még a bókod. Szíved az, amire vágyom én, nincs nálad szebb a föld kerekén. Hullnak a faleperek, és te mindig szép vagy, mert bárhol lemászok, hogy egy-két csókot adjak. Hey, babám, a csizmámat meghagyjad. Gyönyörű vagy, gyönyörű vagy. Búcsúzik a napsugár. Nem akarok többé fázni, az idő nem fog mi ránk várni. Gyere, jöjj most közelebb, engedd szabad lelkedet. Táncolj ide hozzám utoljára, hadd legyek veled. Szíved az, amire vágyom én, nincs nálad szebb a föld kerekén. Hullnak a faleperek, és te mindig szép vagy, mert bárhol lemászok, hogy egy-két csókot adjak. Hey, babám, a teringetét olyan gyönyörű vagy, gyere ide, szeretgessél a csizmámat meghagyjak. És a megyfa, amiről azért elmondhatjuk, hogy legutóbb felmásztál a tetejére, aztán most kíváncsi vagyok, hogy hogy jössz le onnan. Hogyan tetszett a zsűrinek, Karesz? Először is gratulálok, mert ez egy nagyon jó dal. Nagyon jól énekelsz, nagyon jó fazon vagy, minden stimmel. Ami egy kicsit vitatkoznék, mert nem érzem azt, hogy te valamilyen stílusban beleállsz. Bátran bele kell egy bizonyos stílusba álljál, mert egy picit ez az előadás, vagy a nektechnikus, van egy kicsi ilyen, és van egy kicsi olyan, és van, és stb. És hogyha ezen túllépsz, akkor biztos vagyok, ez teljesen mindegy, hogy milyen stílus. Amit te szeretnél, amit te őszintén szerelmi alapon, szeretet alapon, ahogy szólnak a dalaid, abszolút belefér, csak egy bizonyos irányba menjél, és azt vállalod így föl. A másik megkéri a zsűri tőled, és a közönséged is, hogyha most hazamész, és a jövő héten írsz egy dalt, azt nehogy bemeted 4 évre egy fiókba, jó? Köszönöm szépen! Legyen így, Miki! Na igen, egyébként pont erről a produkcióról, ezeket én általában szoktam szeretni, erről nagyon hosszasan tudnék beszélni. Tényleg, tudom. Már mennyi időnk van? Igen. Tudjuk, mániám tényleg az, hogy mind a mellett, hogy Magyarországon fontos, hogy a könnyűzenének legyenek olyan képviselői, akik tényleg percre pontosan követik a trendeket, és azt jó minőségből mondjuk megtanulják, és ez lényegében ad nekünk egy nemzetközi beágyazottságot. De nagyon fontos mellette, hogy legyenek olyan formái is mondjuk a magyar könnyűzenének, ami egy saját arcot ad.
És én ezt mindenféleképpen ide sorolnám, és azt tudni kell, hogy ráadásul ez egy nagyon régi recept, ez már Liszt Ferencéktől kezdve elindult, például ahol az volt, hogy minden csinyát-binyát ismerte a német zenének, mondjuk, viszont a városi cigány zenéből inspirálódott, és akkor utána hozott létre egy olyan dolgot, amitől tényleg nagyon-nagyon sajátos lett és egyedi, és egyébként benne volt abszolút a nemzetközi élet élvonalába. Ez Bartóéknál is igaz, és egyébként a magyar zenél, a könnyű zenében is, mondjuk az Illés zenekartól kezdve egy csomó példát tudunk mondani, ami innen is és onnan is vett, viszont nagyon fontos minden esetben, hogyha mind a két irányból veszünk, akkor mind a két irányt nagyon pontosan kell ismernünk. Tehát ismernünk kell azt a fajta nemzetközi világot is, és ahova nyúlunk, azt is mélységében kell ismernünk. És mindamellett, hogy én nekem nagyon szimpatikus vagy, és azt látom, hogy én abszolút támogatom ezt a világot, amit csinálsz, és az, hogy elvben egyetértek, az viszont azt érzem, hogy egy kiemelt pontozást viszont nem fogok azért csinálni, mert nekem van itt egy-két olyan dolog, ami nem tetszik. Tehát én ebből a vonalból tavaly is, meg tavaly előtt is nagyon erős dolgok jöttek ki. A tavaly az kifejezetten egy diadalmenet volt ezen a téren, és itt viszont nekem nincs meg ez a csettintés egy pár dologban. Egy pár olyan dolog, amit most tényleg csak úgy tudom mondani, hogy egy kicsit ilyen csináltság. Tehát a dalszövegben érzem leginkább ott, most egy pillanatra hagyhozzak ide egy nemrég résztvevő csapatot a Hamkohamnál, aki egyébként azért merem csak egymás mellé rakni a két dalszöveget, mert a Hamkoham is lényegében ezt az arhaizáló stílust vette elő, egy falvak világát idézte meg, ráadásul egy szerelmes párt, akik egyébként minden a szerelmüket úgy élték meg, hogy az évszakok múlása festette körbe ezt az egészet, és mégis ott valahogy olyan gördülékeny volt, ott azt éreztem, hogy olyan szépen épül, és itt viszont ez a teringetét adj egy csókot, a csizmámat hagyja, nem tudom, ez valahol nekem egy picit így megáll. De közben azért azt el kell mondanom, hogy amit mi látunk, és ezt mi beszéltük a zsűrivel, hogy egy elképesztően fókuszált produkcióról van szó. Én lehet, hogy egyébként ez a csettintés pont azért hiányzik, mert hogy egy ilyen nagyon-nagyon kontrollált produkcióról van szó, amit látszik, hogy te kontrollálsz teljes erővel, és én azt gondolom, hogy neked egy felfele ívelő pályád van, és el tudom képzelni, hogy ez szóval én azt biztos vagyok, hogy mi 5 éve is pontosan tudjuk, hogy ki lesz, és egyre nagyobb népszerűségnek fogsz örvenni. Tehát én ezt érzem, hogy ha ezek a világok jobban össze fognak érni, akkor én is fogok tudni csettinteni, úgy Isten igazából. Köszönöm. Köszönjük szépen. És akkor most csettintés helyett pontozást szeretnék tőled kérni. 8 pont. 8-as. Misi? Hadd mondjak én is egy mondatot. Nem tudom, hogy mi okból kifolyólag kihagytad belőle ezt a... Ez tudatos volt. Aha, de miért? A közönségem kérte tőlem. Nem is a közönség, hanem... Most a közönséged azt mondja, hogy beleugrossz a kútba, akkor ugorj bele. Vagy hagyjad abba. Szó sincs róla, nem. Ennek a dalnak, amit most hallottatok, ez volt az eredeti verziója. Amivel én kezdtem ezt a műsort, az egy módosított verziója volt. És én a változtatásaimmal igazából letisztulok, ezért az eredetit fogom a legvégén előadni. És nekem ez volt a célom. Az olyan gyönyörű vagy mondat, ez tudatosan maradt ki a múlt héten. Igen. Most ezt én direkt kivettem belőle, mert úgy gondolom, hogy sokkal erőszakosabb lett a dal tőle. Én ezt úgy... De te azt mondtad a kisfilmedben, hogy te ezt erőből oldod meg. Hát ebben akkor... most is volt erő. Hát akkor hol van? Ebben most is volt nekem erő. Az igazi erő ott volt egyébként. Értelek. Véleményem szerint, de ez ízlések és pofonok. Gratulálok hozzá, én egy 7-est adok el. Nem, köszönöm. Köszönjük szépen, Judit. Nem, már nem maradt idő, 8 pont. Majd adás után megbeszélitek. Karesz? Én szerintem egy nagyon nagy karrier előtt állsz, és dolgozzál tovább ilyen keményen, és állj bele egy stílusba, 7 pont. Ez 30 pontot jelent most, de nézzük meg, hogy akkor a közönségednek hogyan tetszett a változtatás, vagy visszatérés az eredetihez. Nagyon tetszett nekik, ez 8 pont, ez 38. Nagyon szépen köszönjük, fáradj a páholyba.